Mindenkinek folytatjuk a The Great Isetani Chronicles 6. epizódját. És azonban is fejezem a 6. epizódot, mert ez csak két részes úgyis. De még mielőtt belekezdenék, előbb egy medált akarnék megszerezni. A Father Frustrator medált. Szóval az áldozat nevét kéne megmondanom, de most hamisat fogok mondani, az itt a Frustrator. Ez az áldozat! Most a pont következik. De ez kicsit fejletes ezt nézni. Tehát ismét egy gát, hogy vajon amiről szól egyszer, hogy ki volt az áldozat. The killer. Yes.
Jó. Tehát róla van szó. Másik megvan-e a medál? Igen, megvan! Na és ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Akkor most folytassuk a második része. Tudod arról, amire kúl? Csak nem beszélt róla. Vélet a kudarcaitól, hogy zsövaként tudjunk. Szóval vissza akart szerezni a gyilkosztót. Felmondod, hogy hát ott van ki. De szerintem nem érdem meg a bizalmat. Mert elrejtett egy információt. Na akkor Tildant akar rászítani magára. Csak hogy nem különbe ebbe a barátnőjénél. De kezdek kételkedni benne. Kezdek kudarcok van. Pontos leckét adott, de ez mindkettőjük számára. Kérjük, bocsássak. Nem tudtam, hogy folyik. Tudta, hogy a gyilkot. Szerejtette a kell ott a mérget. De aztán... felállt! És előtte összeesett. Késsel a háta mögött. Aztán láttál a történet. És gyilkos is a vádlott volt ott. Más nem volt. De nem tudja, hogy hogy történhetett. Ez komoly rejtély. Ezért nem mert megszólalni. Így kell bizonyítanom az átlagtalanságát. És sajnos megvan nézítve a dolgom, ha aki. Tehát azt kell bizonyítani, hogy még egy is van közel az ügyhöz.
Amelyeket nem nagyon jól tudják majd tesztelni. Ez az összetevő kell ahhoz, hogy beteszteljük a mérgét. Tehát erre is szükség, ez van kis. Tehát ez az a mérég analizálva. Egy gyilkos készített tűz. Az az újság. Az is miatt a... Aki biztosan tudott a méregről. Tehát a Vaki is készített azt az újságot, de is tudott a méregről. Nem elégkezett arra, hogy ott lett volna a riporter. Mi volt, hogy nem biztos, hogy semmi bárki látta volna szívesen. Tehát valaki posztolta azt a képet. Tanul, most megérkezett. Hogy miért ott van olyan, azt képzeltem. Várjátok egy kicsit. Fontos információt kell megosztani. Megvizsgálták a kést. Elkerülhetetlen. Nem volt benne méreg. Egyszerűen egyszerű volt az. Még nem hibázhattak. Na, azt már nem tagadhatjuk be. Bazd meg!
Oké, és akkor az a... Hogy kerülhetett a méreg az áldozatba? Write a mini memo. A report. A főrült reporter. Szóval ő készített az a fotót. Szerintem ők követte mindenkinek a nevét. Csak ő csövette kázom a karjáért. Sötét lomos. Képre kíváncsiak most. Many memories. Azt a szava eriketik őt. Sosem szóadta. Na, fotózt is. Hmm.
Mi szeretném még valami? Mert itt ő végig látta. De egy kis kérdést teszesz fel. Ez a kérdés, hogy ez miért nem kell kívánosságra? Szánalmas kifogás! Köszönöm, amit rejteget. Van olyan terbia is. Szóval ez volt a sátorban való helyszín. Az áldozat itt ült, hogy Diego azt mondja, mosolygott. Ahogy figyelte, bejött a vádlott. Szóval... Azt állítja, hogy az áldozatot a gonosznő kicselezte, aztán de úgy szúrt a hátba. Mi volt tényleg az dolga, hogy csak kukkoljon és hogy ne okozzon be. Mi volt tényleg lopakodnia kell. Információt azt hozzá kell adni. Az Isten már! Mind hívogatnak! Várjatok egy kicsit!
Na, akkor az úgy szava az, hogy sosem ment be a... abba a kunyhóba. És egy kukó volt ott. De még mielőtt elmutatnám, mi az előbb, ezt kell megvizsgálni. Hát akkor szükség közben valamit. Most üresnek látszik. Ez egy embléma, és egy ükkot rejt. Egy valamilyen kormányra tartozik. Így is most! Attention! És megy ezt a tóla? A tóla kezében volt. Vedűzve van a neve. RM. De az lehet véletlen? Hogy te neved is ott van? Hát te menni memo. Szelt használ. Te festékes a keze? Hát tintás inkább. Szóval találkozott a rázattal. Öbben! Ez attól többet is elmond, de van még egy nyom is. Többet is elmond itt. Dead! Vagy Gary. Embléma is van ott. Ez bizony, hogy hallott. Itt volt ráírva. Tehát a tó tulajdonosa Thank you.
te vagy. Neved? Tökéletes fiúság így működik. Mivel lebb lesz a titkokat? Őszinte taktikákat alkalmaz. Akkor nem te... nem lehet egy dobbi. Interjúzott az áldozatta. Eznek semmit tette. De ez az előtt miatt még belépett volna a bugyóba. De csak 2-3 perces volt. De ezt nem titkolhatja, vagy nem hagyhatja a figyelmen kívül. Ebből kell valami más tennie. Egy feltétellel. Sosaki kéri. Neki is van titka. Szóval kiejti egy valamit. Hát ide jut akar, de elutasítottak. Kívül figyelt mindent, hogy hogy leszúrva. Őtett fel kérdéséget a házattól. Kérdés akarta feltenni tőle. Szóval előtt. Nem volt a beszélgetés. Amíg volt olyan állapotban, tudjon beszélni. Csak 4-5-ös az egyik ilyen, de melyik lehet az? Csak egy módon tudhatjuk meg. Hold it! Thank you.
Meg hogy nincs. Szóval nem. Detektív észrevette, hogy az áldozatom a pulzusa segíteni akart. Hold it! Most milyen kérdés? Tudod, ilyen halálja. Igen, látom, látod. Segítségét meg... Mi a kérdés? Ki tette ezt vele? Nem mondott semmit. De? Szóval rámutatott a vádlottra. Rámutatott erre. Hát ez itt érhetetlen, hogy miért mutatott a kunyhó végén. De szerintem nem lehetett más, aki itt lehetett. Komoly a helyzet.
ha nem tudjuk, hogy ki a tettes bizonyítéka, ki a pernek. Még azt sem tudjuk, hogy történetett a gyilkosság. De nincs más választásunk. Vissza kell emlékezni mindenre. Hát talán kell még egy rejtett nyomot. Sérni kell. Én tudom, hogy ki ez a tettes. Alternatív elméletem, ami elmagyaráz minden. De valaki más is követhette azt a bűnt. Szóval meg akartam mutatni, hogy ki a tettes. Az irányba. Talán is lehet hazugság, csak nem arra mutatott, tovább kellett volna. Hogy lehet rájönni a kérdésre, a válaszra? Hát hogyha erre mutatott, így hát fordított helyzet, hogy a áldozatra, hogy is éppen ide. Hát akkor csak egyenes kell mutatni egészen ki. És akkor... Szóval az áldozat kint volt a kunyhóban. Ez nem érthető. Szóval ott ahol lehetett a tettes. Vagyis a tanú. Van ott egy érdekes nyom, amit ilyen meg kívül hagytunk. Nincs netem, így nem tudok lesni. A válasz nem nehéz. A válasz itt van, itt ezen a kis lyukon, vagy résen. Te ide! Attention!
protection! No store. Hát hihetet, nem veszik észre. Azt a kis részt ott. Hát itt. Szóval itt át tud férni egy kis. Hát szóval igaz, hogy négy fala volt. De egy kis képes át hatolni. Ez az igazi tettes gúnyon kívül ölt. Az egyetlen, aki tehette. Write a mini memo. Szóval mosolygott, mintha érintetlen lenne. Ahol ő ott lehetséges volt átszúrni a hátát. De tudom, hogy bárki te lehet szúrni. És amikor felállt, nem tudod beszélni, mert te összeesett. Ebből mondva. Nem tagadod le a várokat. Abszurd! Gyárt a balán. Nagyon végig akart volna vetni a pernit. De... a tanulmi nem adja fel. Lényegtelen!
számít. És miről beszél? Minden megváltozott. Tia, felállt. Beszél a méregről. Szóval nem valami tagadni a mérgét. Szóval már szúrás előtt meg volt mérgészve. De ha benne volt a méreg, akkor már nem lehet megvizsgálni, hogy vajon. Hogyha. Szóval nem a két végzetbe, hanem a méreg. De az biztos, hogy gésben nem volt méreg. Inkbar. Tehát ő megitt azt a mérget. Szóval valaki rávette, hogy így meg azt a mérget. Szóval nem a kisben volt, akkor az italban. Úgy tűnik a Perlinnek nincs. És még egy valamást kell tenni. De akkor már kell buttatni. Szóval ő szúrta le Arnold. De miért tenné, hogyha megnéz? Jaj, jaj. Nem volt sok idő, mert volt. Szóval ő miért szúrta le?
Azért tettem, mert senki. Félték a gyilkost. Ő bizony a igazságot is akarhatott. Szóval már előtte történetett a gyilkosság, amit fel volt szúrva. És a nő adhatta neki az italt. Várnia kellett, hogy legyen hatás. Ez most már áruadóban úgyjára kell gondolkodni. Igen, szóval az egy töltés miatt ő is tudott arra, hogy Wilson megölte ez a gonosz nő. Nem akar hallgatni tovább. Az ember bízható volt a riportban. Pimping Tom! Kukó, de egy ilyen Pimping Tom! Pimping Tom! Hát adjuk hozzá még valamit. Nem tudom kimenni, mert ezt az az Pimping Tom. Ugye nek semmi köze Wilsonhoz. És az elapott méreg... Thank you.
Nem tudom, hogy ezt meg kell vizsgálnom még egyszer. Hát... Hát azok ez lenne. Hát most meglátjuk, hogy vajon elég lesz ez. Attention! Nem. Hát tudom, hogy a toll az, de nem érdemes, valami hiba van. Akkor kérdezem ön tovább. Hold it! Csak gondolom vissza, úgyhogy hogy jöhetem még vissza. Hát ő írta ezt. Igen, ő írta azt a cikket. Jó, az kellett is, hát persze! Hát itt is lehetne, kettes és ötös is jó. De most már kicsit gyanús körülmények lettünk.
Vagy ez, vagy ez. Nem tudom, melyik lehet az. Hát ez már biztos nem lehet az. Nem csak... Indok! Mi van akkor? Próbáljunk meg most! Nem. Akkor másik lesz az. Ez nagyon becsapós. Nem hiszem, hogy ilyen becsapós. Más jó választ. Van oké. Hát neki lehetetlen volt, hogy csődalt, ha ugye az itat. Ha volt lehetősége, azt látta volna. Csak ki is, miért nem említette a mérge korábban? Szóval a laboratóriumból lophatták el. Hát volt egy méreg dolog, amit nem lehetett volna olyan könnyű észrevenni. Valami más fegyverrel volt elvégezve. De lehet, hogy mégsem az italban volt a méreg. Szóval ő tervel ki minden. Szóval a riporter lopta azt a mérgét. Mert tudta, hogy nyomtalan ennél a mérgel van bizony. Nem tudta, milyen hatása ez akkor bizonyára az. Átszázta magát.
Meg kell törnie, mert még a mérnék hatása. Talán a bocás egyébként is mégsem volt olyan hamis. Szóval le volt szúrva, és aztán volt a mérnék hatása. Tehát mégis a leszúrás az igazi gyilkosságú dolog. Félt, hogy lebukott, és ezért le kellett szúrnia, hogy... ...hogy a mélyre ne derüljön ki. De már elveszette a reményt. Még mindig nem adta fel. Miért egy szamuráj? Hol a bizonyíték? Az elméletem nem érsem, hogy bizonyíték nélkül. Csak vagy szeret támadni valahogy. Biztos, hogy ellopta. Hogy öljön. Csak biztosan nem tudta a hatást. Aki ellopta azt a méget, az a tettes. Egy módon tudtad ellopni azt a... mérget. Te ideed! Bizonyíték ez a toll. Ezért ti ezzeleték között az attól. Szóval arra volt, hogy írjon. Nem tudom pontosan, hogy mi.
Szóval ellopott valamennyi mérget abból. Tehát dóban lehetett a méreg. Hát senki nem tudom, ha megvizsgálsz a tollat. Szóval, a riporter dobta el direkt azt a tollat. Mert senki nem tudom, hogy jobban mi elgond. És mikor volt eldobva? Szóval ebben nem volt elég tinta. Még mindig nem adjuk fel. Vas spekuláció. Hát csak egy támadást kell végbevetnem. Objection. De az emléletemben nem lehet kidejtét. Kirejtél a méreg hatását. Akkor itt az idő beledni a végső támadást. Még hozzá. Most! Tényleg! Ezzel a kidejtő, hogy véreg volt a tolban. Más metódussal nem lehet kidejteni. Bárhogyan kidejteni még egyet. Tezdődik át a tollat. Menni meg a breakdown. Állj csalál meg valaki azt a köcsögöt.
Fogd le! Ez az, most adjatok neki! Hajj! Hajjá! Ne ezt nevezem! Double take down! Vagy az ő esetében. Rájutáló take down. Ilyet nem látni, hogy más Easter-törni részben. Végre csak szuzató a harcművész. A többi ügyvéd nem. Amikor látta a botanában azt a mégét, az ördög görb úgy belé. Ez így döntött van, hogy kifalás keresd. Hát kinyitott összes tintát. És befenyeztette a mérgét. Várjátok egy kicsit. Van egy fontos megjegyzés, mire folytatjuk. Ha egy főszereplő harcművész, előbb-utóbb jönni fog a gyalogalta, aki erősebb nála, vagy ugyanolyan erős. Hát ebből Szozato esetében sem kivétel semmi. Mert hát... be is bizonyította, hogy egy szinten van Szozatoval. De ez még nem minden. Hát mivel ugyan harcművész végig, mint Szozato, azért... ez olyan, mint a Szozatot védtem volna meg, csak... ha Naruto lenne itt. Miért lopta el? Már egyértelmű? A cikkét. Egy díkos... mondom. De miért volt halottan? Volt ott a kunyhóban, de... egy riportekint kérdezzek. Egy gyilkos, aki élvezi a szabadságot. Elkerült az igazságot. És röhögött. Arcában röhögött. Sértegette. Ez nagyon feldőítette őt. Ekkor emlékezett arra a halálos méregre, ami a tóban volt. Tudta, hogy gyorsan el kell menekülnie, de nem tudott. Nem hagyhatta, hogy amit tett, az büntetlenül megúszta, mert neki nem volt semmilyen megbánása. Vagy bűntudata. Ezért gondolta, hogy megszabadult ő. Sokan beszélt igazságról. De más megoldás is választhatott volna. A sajtosságnál nincs igazság. Kiakadt a DT, mi történt 9 hónappal ezelőtt, és igazságot. Ez valami fedezés volt. Valami fedezni próbáltak. Nem különös ez egész? A mindenki és apának között volt valami ajánlat. Összeesküvés. Összetépték azt a cikket.
vagyis a kormány meg van közel az egészhez. Hát akkor maga kéne kiderítem az igazságot. De van, de elfelejtett. A gyilkosságot követette és hamisan megvádoltan vált. És emiatt egyáltalán nem különb annál a B-gyilkosnál. Éppen ezért neki semmi joga igazságról beszélni. Szégyelhetné magát. De bármit követette a kormány, hát... Mert még a riporter sem volt különben nálad. Hát ez majdnem tök érdekes volt inkább. Egy új korszak jöhet az igazság szolgáltatásnak. Oké, kétszer győzték le. Csend. Most nem bírálom sem a szégyent. Miért akarnak kivetni ezzel? Ah, hogy csizmus módon. Tehát nem megöléssel fogja tervezni. Elvesztette a reményét. És pontosan mit fog tenni? Hajjá, ezt a részét levágja. Amit visszatok még, ne azt tette a haját előre. Éj, menj bámi, nem bűnös. Így nincs tűzijáték. Tárgyalás megkezdve. Végre. Mert ő ügyvédje meg van, de közbeesik.
Hát az ötödik is látható, hogy egy szinten azt húzátok. Itt van, mert miattam. Barátok vagyunk. Majd ne bennénk is. Büszke rám. A CJ nélkül sem ment volna az egész. Mindenki felismeri Susie-t. Vidíte mi do koukou, ale... A tam kakou. Itt találkoztak először. Levélült. Minden több arca. Szakértő. Eszer. Ízének átszázta magát. A hajós matróznak. De egy dolog nem lehet még mindig. Hogy miért tölte meg a Wilson-t? De csak olyan, aki tudja, aki ilyen dolgozott. Jól ismerte Sherlock Holmes.
nevezésének tartja. Hát ez nem lehet véletlen. Nézzem, hogy olyan akart, ne lehet, hogy tesse el a konznak. És ez igaz? A szegény lánynak az apja meghalt. Te is ott van mi a kormánynak. De még küldi vissza apámba? Két napba az visszatérte. Azt mondták, hogy beteg vagy. Ezt akartad tudni. De most jól vagy. Egy dovás nem volt elég? Még egy dolgot akar mondani. Tudja az igazságot. Kazumáról tud valamit. És megadta a takedown. De most már nem tudhatjuk, mi jöttünk Kazumával. Bíró is olyan erős. Szóval felismert. Végig tudtad? Bíró beállt mindenkibe. Seishiro Sling! Nem valamit elhelyett az apja? Jack Zajos Vizonról. Mi volt ez szerint? A Kazumával.
Sajnos most lehetett, hogy találkoztunk. Valamit ő is akar mondani. Talán ennek van köze az, hogy ő apja még nem vissza. Bozostó éltet Angliában. Mire tényleg visszajött, miután ne szomor lett. Látogatója volt az apja. Én a dicsérő akart írni. Szóval tényleg ő kérte, és az ő segítségével. De azt még nem tudja. Egy másik ügy. Szóval volt egy másik ok is, ami kulcsállítva megválasztottam kérdéseknek. Kázzal aztán viszont tudnak valamit, mert nem tudni, hogy a testi az hol van pontosan. The mystery of that English woman's death is solved, thank goodness. And having stood in the Supreme Court now, I think I can comprehend a little better. How you must be feeling as you fight for people's freedom in a foreign land, Naruhodo-san. But actually, I'm writing to you today because of another matter. I met Sosek-san and we talked about that second case he was involved in. So much good you've been there. Nothing to me. But that case holds the key to some great unsolved mystery. So what were you doing there, Lito? Still be in the office, tucked away at the back of the shelves on the left. Perhaps you might like to look over them again. Today, for the first time this year. It feels as though summer has arrived. The sky is blue. It makes me long to see you again. Yours, Susata. So a rizom az olyan része, szóval minden élről kiderül az igazság, úgyhogy az egész gondoságban kiáll. Vége. Jó, a legközelebb folytatjuk a 7. epizóddal, ami meg... ...mint lehet. Így, már iratkozhatunk, és legközelebb folytatjuk a 7. epizóddal. Szevasztok!